Jó estét kívánok a Kaleidoszkóp című kulturális magazinunk nézőinek. Ma három témát kínálunk, nézzük a tartalmat. Csörgőné Csépányi Krisztina és Császár Éva értékeli a könyvtári programokat. Több mint 6000 tojás díszíti a megyfát Szennán. Vas Albertről emlékeztek meg az Árpád vezérúti könyvtárban. A következő percekben Csörgőné Csépányi Krisztina, az Ózdivárosi Könyvtár vezetője és Császár Éva gyermekkönyvtáros értékeli a könyvtár programjait, és beszélnek az eddig megszervezett rendezvények sikereiről. Az idei évben könyvtárunk programjait a Magyar Kultúra Napjára szervezett programokkal indítottuk el. Elsőként Fazekasné Szabján Erika két könyvét mutattuk be, Pillanatok az életből című verseskötetet és a Kapó lélekhez című életrajzi regényét. Majd az Ózdi Szépszőirodalmi Körrel közösen a Kézenfogva Gondozóház kedves lakóihoz látogattunk el. Ez egy megszokott látogatás, hiszen a tavalyi évtől rendszeresen látogatjuk a gondozóház lakóit, és most a Magyar Kultúra Napja alkalmából egy verses dalos összeállítással látogattuk meg őket, és együtt ünnepeltük a Kultúra Napját. Az élő könyvtár programunkat is elindítottuk újra januárban, és szintén a Kultúra Napjához csatlakoztunk vele. Olyan élő személyeket, vendégeket hívtunk meg, akik a tevékenységükkel valamilyen formában a kultúrához kapcsolódnak, és másik célunk pedig mindig a pályorend tetsz egy kicsit az élő könyvtár programunkkal, hogy a gyerekeknek egy kis útmutatás segítséget tudjunk adni a pályaválasztásukhoz. Itt három középiskola diákjait vettek tisztelbe a élőkönyvtár programon, ahol 20-25 perces beszélgetés, kiscsoportos beszélgetéssel ismerhették meg vendégeinket a diákok. A Kultúra Napját a szakköri programjaink köré is bevettük. A Fagyony Könyvbarátok Klub, illetve az Irodalomlelet Könyvtári Klubbal is megünnepeltük a Kultúra Napját verses és dalos összeállítással. Tovább folytatva a könyvbemutatóinkat, februárban szintén könyvbemutatóval nyitottunk, amikor is Példányi Gabriellának, aki névódíjas író, illetve díjas költő, illetve festő, mutattuk be a 2023-ban megjelent Friss Húsz című novellás kötetét, amelybe társadalmi problémákat, napi örömöket és gondokat taglal és ölel fel. Különleges program volt ez, hiszen nem csak egy könyvbemutatóval, hanem Gabriellának alkotásaiból a könyvtár aulájában és emeleti terén kiállítást is nyitottunk. A múlt héten, pénteken a Vas Albert felolvasó esthez csatlakoztunk. Könyvtárunk már harmadik alkalommal csatlakozik a Vas Albert felolvasó esthez. A tavalyi évhez hasonlóan az Ózdi Arvis Uratársaság, illetve az Ózdi Szépszőirodalmi Kör tagjaival csatlakoztunk, és szerveztük meg a délutáni programot, ahol Vas Albert műveit olvastuk fel, de mellette úgy hirdettük meg, hogy aki valakinek valami kedvenc verse van, novellája, regényrészlete, hozza el és olvassa fel nekünk. Egy tartalmas délután töltöttünk itt a kedves közönséggel. És a februárokor Farsang a könyvtárban is, a Irodalomlelet Nyugdíjas Klubunkkal egy nagyon jó farsangi délutánt szerveztünk, ahol verseltünk, daloltunk, és reméljük, hogy sikeresen elúsztuk így a tele ezen a délutánon. A februárhoz csatlakozik még könyvtárunkban, hogy kapcsolódtunk az Állatvédelmi Oktatás Alapítvány által elindított állatbarát olvasó kihíváshoz, amelynek célja, hogy pedagógusokat, szülőket ösztönöz arra, hogy 12 hónap alatt 12 könyvet olvassanak el, és ezzel elindították az állatbarát könyvtári programot, amelyhez, mint mondottam, csatlakoztunk, de nem minden év, minden hónapban van egy könyv, amit az alapítvány ajánl, hogy ez legyen a hónap könyve, de ezen kívül mi még több könyvet is a könyvtár állományából összegyűjtöttünk az állatokkal, állatvédelmmel kapcsolatos könyveinket, és ezt is ajánljuk az olvasóinknak. Ez nem csak felnőtteknek van ez a könyvtári program, hanem a gyerekeknek is elindítottuk, és márciusban szeretnénk a gyerekeknek ugyanúgy egy olvasói játékot
olvasási játékot indítani ehhez a programhoz kapcsolódóan, természetesen a igényeknek megfelelő könyvekkel. 2024 egy évforduló a könyvtár életében, hiszen 1884-ben 140 évvel ezelőtt alakult meg az Ózdi Gyári Olvasó Egylet, és innen számítjuk településünk könyvtári ellátásának a kezdetét. Az évek során sokat változott a könyvtár helye, szerepe, de mindenféleképpen a tevékenységünkkel az olvasást és az olvasókat szolgáljuk folyamatosan. Ennek kapcsán elindítottunk egy programsorozatot közösségi oldalunkon, mégpedig a könyvtári múltból képeket és egy kis rövid szöveget, ami kapcsolódik a képhez, szerkesztettünk, és ezt minden hétfőn megjelenítjük a közösségi oldalunkon, ami a könyvtár múltjára tekint vissza, és ez is a sorozatnak a címe, hogy képek könyvtáraink múltjából. Nem csak ilyen programjaink indultak, hanem elindultak a szakköreink is. A Babama horgolás szakkörünk elindult, ahol nagyon ügyesek a hölgyek, nagyon ügyesen horgolnak, és nagyon jó kis társaság alakult meg. Az anime klubunk is elindult, ahol februárban ünnepeltük a 2 éves szülinapot, ahol fiatalokat tudunk bevonzani a könyvtárba, és szintén egy nagyon jó csapat gyűlt össze. Társasjátékklubunk is folyamatosan várja a társasozni vágyókat, illetve van egy biblioterápiás felnőtt csoportunk, 10 alkalmas foglalkozás sorozattal várjuk a kedves tagokat. Apró Örömök családi klubunk átalakult a családi nappá, amely egy családi délután, ahol anyukák, apukák, szülők együtt szeretettel várjuk őket. Illetve van egy mesetarisznya szolgáltatásunk, amely 2022-ben indítottuk el. Ez azt jelenti, hogy a város csak majdnem minden óvodájába és minden csoportjába viszünk könyvet a gyerekeknek, és ezt folyamatosan cseréljük és kölcsönözzük, és nagyon örülünk neki, mert visszajelzések alapján a gyerekek nagyon örülnek ezeknek a könyveknek, és az óvodapedagógusok visszajelzése is pozitív ezen a programunkhoz. Nem csak ezek a gyerekprogramjaink vannak, hanem nagyon sok gyerekprogramot és foglalkozást is szervezünk, de erről majd kolléganőm, gyermekkönyvtáros Császár Éva fog többet mondani. Színes könyvtári kalendáriummal kezdtük az évet. Egyrészt az Erpert vezérúti fiók könyvtár folyosóján egy nagyon szép tartalmas kiállítást nyitottunk, amely az év hónapjait mutatja be, jeles napjaival, érdekességeivel együtt. Másrészt, így visszatekintve a hónapra, az évkezdő foglalkozásunk is a naptári év szokásaihoz kötődtek. Február 2-án volt egy nagyszerű medvenapunk, amikor az óvodai csoportok mind a két könyvtárunkban egymást váltva érkeztek, és egész nap a betérő olvasóinknak is medvék történeteket mutattunk be, a medvékről volt szó. Aztán a farsangi foglalkozásaink következtek, ezeken vicces, játékos formában végigtekintjük a farsangi népszokásokat, és jó hangulatban űzzük el a telet. Aztán következtek a meseláda foglalkozások, erre a 2. János Pál katolikus általános iskola a kicsinyei érkeztek, és szintén a farsangé és a medvéké volt a főszerep. A kihelyezett foglalkozásaink is folytatódnak, most kaptunk egy meghívást, a Sajóvárkonyi iskolába fogunk 2 nap múlva ellátogatni, ahol is az óvoda hadcsoportjának fogunk mesélni, még szintén a medvékről és a tavaszvárásról. A márciusban, előrevetítve, a könyvtári tudorka foglalkozáscsoportunk köré építjük fel a programjainkat. Ezek tanulástámogató, játékos, tudásbővítő foglalkozások. Nagyon gazdag témakörökkel várjuk majd a jelentkező osztályokat, csoportokat. Például, mivel sok kisgyerek jár a könyvtárba, a fognyűvő manócska, a fogászatról várjuk a csoportok jelentkezését, aztán a tavasz és a húsvétváró foglalkozásokkal kicsit visszakanyarodunk a naptári év szokásaihoz, mivel éled a természet, a méhekről is meg fogunk emlékezni a zümmögő foglalkozásunkon. Az Én könyvtáram országos projekthez csatlakozva szintén folytatódnak a mintaprogram bemutatások, ennek keretében a lengemesék, a gondolatébresztő foglalkozásaink és a digitális kultúra fejlesztését segítő foglalkozásainkat fogjuk majd kipróbálni, bemutatni az érdeklődő csoportoknak.
A csoportjainkra mindig egyénileg történik az előkészítés, személyre szabottan az adott osztályhoz, a pedagógusokkal egyeztetve. Én mindenkit arra biztatok, hogy keressenek, és látogassanak el hozzánk a foglalkozásainkra, hisz játékos keretben nagyszerű lehetőségeket biztosítunk a tanulás támogatásra, úgyhogy mindenkinek a jelentkezését várjuk nagy szeretettel. De nem csak a programok fontosak számunkra, hanem a mindennapok is, hiszen olvasóinkat, látogatóinkat minden nap várjuk a könyvtárunkba, folyamatosan rendeljük a kiadványokat, a friss könyveket, ezeket közösségi oldalunkon, illetve honlapunkon ajánljuk az olvasóink számára, de nem csak könyveket, hanem folyóiratokat is lehet kölcsönözni, az idei évit, a tavalyi évi folyóiratokat, CD-ket, hangos könyveket, videókat is kölcsönözhetnek. Továbbra is segítjük a szakdolgozatokhoz, dolgozatokhoz hozzánk betérőeket, irodalomkutatással, illetve a helyismereti kutatásokat is továbbra is segítjük. Lehet internetezni, internetezési lehetőség van nálunk, és munkalehetőség is van, tehát kialakítottunk egy olyan kis munkaterületet, ahol, hogyha valaki elmély után szeretne dolgozni, akkor a könyvtárban nyugodtan tud dolgozni. Fénymásolunk, szkenelünk és laminálunk, és hogyha valaki a kedvesének, barátjának, családjának szeretne egy kis meglepetést, akkor születésnapi újságot is szerkesztünk, amit nagyon szívesen megteszünk, egy kis meglepetést ezzel tudjuk segíteni a illetőt, aki kéri tőlünk ezt a szolgáltatást. Nem csak a programok fontosak, azok is nagyon fontosak, hanem a mindennapok is a könyvtár életében. Jöjjenek és keressenek fel minket, és nézzék meg, milyen a könyvtár életünk. Több mint 6000 tojással díszítették idén a Tartó Lajos közösségi házudvarán található megyfát a Szennai Nyugdíjas Klub tagjai. A több éves hagyomány a helyiek körében nagyon népszerűvé vált, hiszen minden évben már télvíz idején elkezdik kifújni és díszíteni azokat a tojásokat, amelyeket húsvét előtt a fára függesztenek. Ebben az évben a közösség tagjai az udvart is díszítették. A látogatóinkat most forró teával, kávéval, süteményekkel, meg sok szeretettel várjuk. Hat éve már, hogy a Szennyei Közösségét a Tartó Lajos Közösségi Ház udvarán tojásfa díszítésbe kezd húsvét előtt. Egy korábbi rekordkísérletük volt, hogy 3600 díszt helyezzenek el a fán, most már több mint 6000 tojás díszíti a tojásfát, és ebben az évben továbbfejlesztették itt a kertet sörös doboz installációkkal is. Nyuszi és tojások kerültek kialakításra, ami elég komoly és pontos munkát igényelt, és rengeteg belefektetett szabadidőt. Én azt gondolom, hogy értékelendő, ami itt történik, és bízom benne, hogy még nagyon sokan ki fognak ide látogatni. Akik
a legtöbbet segítenek, az egy ilyen 5-6 ember szokott lenni a nyugdíjas klubból, de szoktunk kapni külső segítséget. Van, akik már készen hozzák a megfestett tojásokat, most is volt, aki 200 darab felett hozott. Van, aki csak gyűjti a tojásokat, de persze ez is nagy segítség nekünk, hogy kapjuk a tojást, és már csak díszítenünk kell, ami ugye időben sok, de viszont ennyivel előrébb vagyunk. Van, aki kész tojásokat szokott hozni rá, van, aki csak lerakja a lépcsőre, itt a háznak az ajtajába, az is nagyon jó nekünk az előre készített, azra már csak egy drótot teszünk, és akkor ilyenkor együtt felrakjuk közösen a fára. Én például, amikor valamit főzök, akár rántottát, akármit, akkor kifújjuk. Kifújom a tojást, és akkor én már ezt most elkezdem, és következődik, hogy most én 800 darabot gyűjtöttem össze például magamba, de mindig egy 300-al többet kell föltenni, úgyhogy 1000 darab van, de 1300-at szoktunk felrakni, mert hogy összetörnek a tojások, és akkor így 300-at mindig rászánunk arra, hogy törik. Akár raktározáskor, akár amikor felteszük, vagy lepotyognak, úgyhogy hát törékeny a tojás. Szoktuk így fonallal díszíteni, akkor most van ez az akrilfesték, mivel hogy majd lesznek olyan tojások is, mert hogy már elég sok tojás nem fér a fára, és akkor felfűzögettük itt 10 darabjával, és azt akrilfestékkel festettük, hogy ne újjanak, hogy ne mosolja az eső. Úgyhogy azzal is, akkor műanyag tojások is vannak, vannak szép gyöngyös tojások, olyanokat is nagyon sokat hoztak, úgyhogy egyre több fajta tojás, mert most egyre többen kapcsolódnak mi hozzánk, úgyhogy sok felől jön a tojás, és akkor az mind másfajta. Vannak kacsatojások is, libatojás is, hogy azokat próbáljuk minél szebben kidíszíteni, úgyhogy nagyon szép változó mindig, úgyhogy most 6000 darab van rajta, de minden évben szeretnénk többet, esetleg 1000-rel, 2000-rel, attól függ, hogy mindig többen csatlakoznak, és akkor így több is lesz a tojás remélhetőleg, és színesebb is sokkal. Folyamatosan szoktuk kapni igen a tojásokat, meg most ugye kaptunk egy csomó sörös dobozt, hogy meg tudjuk csinálni ezeket az újdonságokat az udvarra. A nyúl 450 darab sörös dobozból van elkészítve, a tojások meg 52 darabból. Úgyhogy 3 hétig csináltuk barátnőmmel meg a férjével. Először is a dobozokat összeszedtük, és akkor vettünk ragasztót, ilyen szilikonos ragasztót, és azzal lehetett csak ragasztani, az tartotta meg. Utána meg aztán festékkel, olajfestékkel festettük le. Több színt vettünk, és azzal festettük. Segített a férjem ragasztani, és ő ezzel a pisztollyal ragasztott, vagy nyomta ki a ragasztót. Azt én meg tartottam neki, azt mondja, hogy raktuk összefele. Ritke meg mindig mondta, hogy hány darab kell egy sorba. Úgyhogy összedolgoztunk minden. Nagy szeretettel csináltuk mindenkinek, úgyhogy most nagyon boldogok vagyunk, mert mindenkinek tetszik. A gyerekek itt kiabálnak, hogy gyönyörű, szép, jaj, de jó, jövünk fényképezkedni. Úgyhogy ez mindent megér nekünk, hogy mindenki mosolyog, örül. Segítettem a drótba, és segítettem a tojásfára felrakni a tojásokat. Nagyon közel lakok itt a szomszédban, ezért nagyon sokat tudtam átjönni. Nekem csak át egy ilyen súlyra. Mondom anyának, mikor jössze. Én Oldról érkeztem, vannak itt kint ismerőseim, és pár évvel ezelőtt megtudtam ezt a fadíszítést. Nagyon jó ötletnek tartom, és minden évben kirátogatok. Hozok ki saját készítésű kis tojást, most is hoztam és felraktam a fára, és nagyon szép gyarapszik a tojás. És nagyon jó a társaság, nagyjából ismerjük egymást, évről évre összefutunk, és jót is beszélgetünk, amellett, hogy feldíszítettük a fát.
Vas Albert munkásságáról és életéről emlékeztek meg azon a felolvasó esten, amelyet az Ózdi Városi Könyvtár, az Ózdi Arvisúra Társaság és a Szeretett Gyermekei Alapítvány Ózdi Szépszó Irodalmi Kör tagjai szervezésében jött létre. A következő összeállításban Vas Albert alkotásaiból hallhatnak részleteket. Az égben lakozol a fényességben, gyújts föl szent tüzedet az emberek szívében. Az emberek agyára árazd el bölcsességed, értsék meg valahára, mi végből van az élet. Arasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet, de előre csak a jó visz, a gonosz visszavet. Legyen megint az ember képedre alkotott, utálja meg már egyszer, mit maga alkotott. Romlandó kincsekért ne törje magát senki, igyekezzék helyettők jobb kincseket szerezni. Jó tettek nyugalmát, derűt és békességet, mit el nem fúj az orkán, s rontó tűz meg nem éget. Gőgből és gyűlöletből mindent, mit föltalált, vedd ki Uram kezéből a keserű poharát, rémségek éjszakáját váltsad föl viradatra, az emberi világot szebbre és igazabbra, hogy a törvények közt az első a szeretet legyen, üljön jó indulat a kormányszékeken, az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, s élhessen szabadon e földön minden ember. És legyen egy ököl, és egy legyen a pásztor, növelj pásztorbotot virágzó rózsafából, s ha mindeneket szépen elrendeztél eképpen, a népek közt, Uram, nekem is van egy népem. Ha érdemét kegyednek, a szenvedéssel méred, úgy egynek sincsen annyi szent jussa, mint e népnek. Mások bűnéért is őt verte ostorod, sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott. Legjobb fiait vitte mindig a Golgotára, s jó tettének soha csak bűnének volt ára. Készültem én is egy felolvasással, meg mind a házigazda, majd a 20 éves, most február 20-án volt 20 éve, hogy az első Vas Albert felolvasást tartották, és akkor egy kis ilyen ünnepi beszédet fogok az elején mondani, aztán majd a többiek között valahol sorra kerülök, és akkor egy kis versikét én is el fogok mondani. Valamikor, olyan 5-6 évvel ezelőtt megszólítottak az utcán, hogy lesz-e most Ózdon Vas Albert felolvasás. Kiderült, hogy nem szervezi senki, és gondoltam, hogy akkor megcsináljuk még az Arvisúra Társaság. Az volt a 15., amikor mi először szerveztünk, aztán ugye most meg a 20. van, és akkor ez már ki kell számolni, mennyi. Eleinte csak egyedül voltunk szervezők, és tavaly, meg az idén már a szép szósok is, meg a Várzsiskönyvtár is csatlakozott, és akkor így közösen csináljuk ezt a dolgot. A miért, ugye az egyik miért az, hogy volt régén, mert megszólítottak, hogy ki lesz-e akkor, akkor valakiknek ez hiányzott, és akkor úgy gondoltam, hogy ha megteltem, akkor miért ne elégítsem ki ezt a igényt. A másik, hogy a Vas Albert, így mondom én, hogy szíve csücske nekünk az egyesületnek, hogy valamikor pázoltam, mondta a közeli barátjairól, hogy brigádtag, idézőjelve, közülünk való Vas Albert, a
azért fontos, hogy őrizzük a emlékét, meg népszerűsítjük. Élek én, mint oly sok éve magányom, csendes lágy ölén, a legjobb barátaim lettek a könyvek, mikben nem csalódtam én. Ha felcsapom a könyvfedelét, és utazok a betűk tengerén, messze-messze röpít képzeletem, s élem mások életét. Feltárul előttem sok színes világ, s ilyenkor boldog vagyok nagyon, megnyitom lelkem zárt kapuját, az érzéseket áradni hagyom. Vas Albertnek a írásaiból válogattunk, de hoztam más egyebet is, Marton Páltól egy verset, ezt most találtam nemrég, illetve felhívták rá a figyelmemet, nekem nagyon tetszik, úgyhogy ezt mindenképp el fogom szavalni. Mivel az irodalmi kör eleve versekről szól és írásokról, tehát írók, költők vannak benne, nekünk ez szívügyünk. Ráadásul Vas Albert egy olyan személyiség, én úgy gondolom, aki ugyan meghurcoltak annak idején, de igazából egy hazafi, mondjuk így ki, őszintén. Ma már, hál' Isten, Magyarországon is elfogadott. Tehát azt nem tudom, hogy tanulnak-e róla a gyerekek, vagy nem, de azért ismert már. Egyszer régen, mikor még nem volt bánat, a kék vizeken tündökölt a hold. A tündérleány állott a tengerpartján, s a háblágyan szerelmesen dalolt. De egy este, messze észak felől, orkán hadával érkezett a tél. A tündér sírt, és fényes könnyeit zúgó tengerbe hullatta a szél. Aztán elment. A tenger várta, várta, és fodros habjai többé nem dalolt. Ködös, borongós, néma éjszakákon, sötét vizét nem tündökölt a hold. A mélybe hullott tündérkönnyekből lettek a fényes, igaz gyöngyszemek, a gyöngyhalász néha megtalálja a mélybe rejtett tündérkönnyeket. Én is ilyen gyöngyhalász vagyok, és verseim igaz gyöngyszemek. Egyszer lelkembe zokogott egy tündér, azóta néha gyöngyszemet lelek. Állok itt a tájon, dalolni szeretnék, mint az az énekes pacsirta, a Klárika, ha úgy énekelnék. Rólad, drága népem, és rólad szabadság, azokról, akik a szabadságot hozták. Egyszer csak úgy érzem, mint a szárnyam nőne, emel a boldogság fel a levegőben. Már nem csak Ózdot, hanem az egész hazámat látom magam alatt, hogy zúgnak a szárnyak. Ó, hazám, te drága, te aranyos, munkaszép lázában pirosodó édes, gyáraink, hogy zúgtak, kohóink, hogy teltek, munkásaink milyen telten énekeltek, súlyos kalászaid a nép már aratta, így emelkedtél te hazám egyre magasabbra. Mint mikor saskering a nap közelében, hol elmerül, hol felbukkan a fényben, így szállok feletted, kerti az örömnek, szavaimmal mondhat néked, hogy köszönjek. Örök dicsőség azoknak a katonáknak, akik életüket áldozták a magyar szabadságért. Köszönöm, hogy velem tartottak. Jövő kedden újra várom Önöket a képernyők elé. Magazinunkat televíziónk honlapján vagy YouTube csatornáján visszanézhetik. Én mára megköszönöm figyelmüket, kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!